kiszedtük a konnektorból a töltőt, mert ha már feltöltött a számítógép, vagy a telefon, már nem kell, hogy bedugva maradjon. Ezúttal egy interaktív előadással tudatosították a környezetvédelem fontosságát a bonyhádi gyerekekben. A Kolónia Alapítvány évek óta szervez és vesz részt olyan akciókban, melyek bonyhád csinosítását szolgálják, és ez az első olyan kezdeményezésük, melyben kimondottan a környezetvédelem kerül előtérbe. Ez egy hosszú út, igen, amiben mindenkinek részt kell venni, és a felnőtteknek is részt kell venni, hiszen példát kell mutatnia a gyermekeknek, és ha lehetőségünk lesz a jövőben is pályázni ilyen címen, akkor ezt meg fogjuk tenni. A környezeti nevelést nem lehet elég korán kezdeni, éppen azért a mostani programmal elsősorban a kisiskolásokat akarták elérni. Steiner Krisztián, az intézmény igazgatója azt mondja, arra törekszenek, hogy a lehető legtöbb oldalát mutassák meg, hogyan védhetik a gyerekek saját környezetüket. Ez tantárt független. A történelemtől kezdve a magyar órán keresztül minden tantárba be kell ezt illeszteni, hiszen a környezetvédelem az, hogy ne szemeteljünk, hogy óvjuk a környezetünket és a jövőnket, az minden pedagógusnak fontos feladata. Steiner Krisztián tapasztalatai szerint a gyerekek egy jelentős része tisztában van a környezetvédelem fontosságával. Ugyanakkor véleménye szerint a szemléletformálást folyamatossá kell tenni annak érdekében, hogy beépüljön a gyerekek gondolkodásába és viselkedésébe.